Jelen előadás célja, hogy bemutassa az információbiztonsági auditok különböző típusait, és kicsit elmélkedjen arról, hogy az auditnak egyáltalán milyen fontossága van a hétköznapi életben, miért fontos az, hogy információs rendszereinket rendszeresen átnézzék, miért fontos az, hogy ez az audit megtörténjen úgy az adatvédelem, mint pedig az információbiztonság területén. Hát először is ki kell, hogy emeljem, hogy az ellenőrzés alapvetően jó, és alapvetően az auditornak nem az a célja, hogy lerombolja azt a bennünk felállított hitet, hogy mi mindent tökéletesen csinálunk, hanem az, hogy lerombolja a bennünk felállított hitet, de úgy, hogy rámutat azokra a hiányosságokra, melyeket, hogyha mi fölismerünk, akkor ezt mindezt bele tudjuk építeni az információbiztonsági irányítási rendszerünkbe, és képesek vagyunk olyan javító intézkedéseket hozni, melyel még ellenállóbb, még inkább kockázatarányos védelmet tudunk fölállítani. Az ellenőrzés alapvetően tehát nem egy szubjektív, negatív megközelítésű tevékenység, hanem egy objektív, javításra törekvő tevékenység, amelynek a célja nem elsősorban az, hogy az auditornak jó legyen, hanem az, hogy a szervezetnek, akinek a rendszereit auditálják, ő tudjon tovább lépni, ő tudja fejleszteni a saját rendszerét, és kapjon egy olyan objektív képet a saját információbiztonsági állapotáról, mellyel alapvetően reálisan tudja felmérni a kibertéri kockázatok jelentette problémákat. Az ellenőrzésnek egyébként számos formája van, függően attól, hogy éppen milyen joghatály alatt dolgozunk, éppen milyen követelmények vonatkoznak ránk, éppen milyen szerződéses kötelmeink vannak, jellemzően több különböző fajta ellenőrzést tudunk az audit nevű nagy halmazban elképzelni. Így a legalapvetőbb a vizsgálat, amikor valamilyen tipikus jellemzőt nézünk meg, és nézzük meg azt, hogy ez rendesen működik-e. Például ugye egy naplózásnál megnézzük azt, hogy folyamatosan jönnek-e a logállományok, a naplóállományok egy rendszerből. Ez a legalapvetőbb megoldás. Az audit a következő lépés, ez tervezett ellenőrzés meghatározott hatókörrel. Ebben az esetben ugye például egy jogszabály, vagy például egy megrendelt külső vizsgálat, külső behatolás tesztelési vizsgálatnál szabjuk meg azt, hogy mit tehet az ellenőrző, mi a célja ennek az auditnak, és milyen területeket fedhet át az ellenőrzés. Nyilvánvalóan azt is, hogy milyen alapelvek alapján. A tanúsítás és a minősítés, ez valamilyen normatívának való megfelelésnek az igazolása, például az információbiztonsági irányítási rendszerünket, az ISO 27001-es szabvány alapján tudjuk megvizsgálni, például az informatikai termékeinket a Common Criteria szabvány alapján tudjuk megvizsgálni. Ez gyakorlatilag azt segíti elő, hogy van valamilyen szabvány, vagy jogszabályi előírás, ahol pontról pontra föl van sorolva azt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az adott akkreditációt megszerezzük, bocsánat, az adott tanúsítást megszerezzük, és ez ennek az ellenőrzése történik. Az akkreditáció, az a Nemzeti Akkreditáló Szerv általi képességvizsgálat, tehát például, amikor egy laboratórium vagy egy értékelő szervezetnek kell elvégeznie a tanúsítást és a minősítést, hát nyilván magának a labornak is be kell bizonyítania valami erre felkent hatóság előtt, hogy képes a vizsgálatot objektívan elvégezni, mint humán, mint szervezeti, mint pedig műszaki felszereltségét illetően. Végül a kijelölés, a notifikáció, ez az állami szerv esetét, valamilyen állami szerv felhatalmaz valamilyen tevékenység elvégzésére. Magyarországon az információbiztonsági területen vannak olyan vizsgálatok, így például a zártsági vizsgálatokat lehet idehozni példánál, ahol nem egy akkreditáció határozza meg a vizsgálatot, hanem kijelölik azt a szervezetet, aki az adott vizsgálatot elvégezheti. Ezek tehát a tipikus példák, de hogy is néz ki az ellenőrzés? A leggyakrabban alapvetően egy interjút kell elképzelni, amikor az auditornak van egy olyan listája, egy olyan kérdéssora, ami végig kell mennie, és azokat, akik jól ismerik az rendszereket, jól ismerik a folyamatokat, őket kell végigkérdezni arról, ezzel ellenőrizve a folyamatoknak a működő képességét, hogy hogy is történik tulajdonképpen az akkreditálandó, értékelendő, auditálandó tevékenység. További lépés lehet a megfigyelés, amikor az auditor megnézi azt, hogy hogy is működik az adott folyamat, például egy fizikai biztonsági vizsgálatnál, körbe megy a telephelyen, megnézi, hogy mindenhol fönn vannak-e a füstérzékelők, a kamerák, megnézi, hogy ezek működnek-e, vagy éppen informatikai rendszerek esetében a már említett logolást, megnézi, hogy érkeznek-e a logok, a naplóállományok a központi logolóba. Az információ bekérése,
Ez nem egy azonnali vizsgálatot jelent, hanem az előre meghatározott információkat egy listán kiküldi az auditor, és ezt a válaszadó gyakorlatilag írásos formában beküldi, és ez alapján történik meg az ellenőrzés. A dokumentumok vizsgálata, a belső szabályozások, illetve a különböző audit bizonyítékoknak az ellenőrzését jelenti. Tehát például, hogyha van egy belső információbiztonsági szabályozásunk, akkor ennek az áttekintését kell a tevékenység alatt érteni. A technikai berendezések által rögzített adatok ellenőrzése egy historikus ellenőrzést jelent. A logolásnál ugye nem csak azt tudjuk nézni, hogy folyamatosan jönnek-e a logok, hanem mondjuk az elmúlt 6 hónapban jöttek-e a logok, és ezt például mintavételesen tudjuk ellenőrizni. A feladatlap kitöltése egy olyan tevékenységet fed le, melyben az auditor által meghatározott feladat tevékenységet kell végrehajtani, és ennek a tevékenységnek a bizonyítékát kell ezzel szolgáltatni. A folyamat ellenőrzések pedig gyakorlatilag egy teljes ellenőrizendő folyamat, minden teljes körű ellenőrzését jelenti, beleértve abba az interjút, a dokumentumvizsgálatot, stb. Ez egy komplex, átfogó vizsgálat, ahol minden egyes ellenőrzési megoldást felhasználnak. Az audit típusok is változóak tudnak lenni, ebben az előadásban alapvetően az IT auditról, az informatikai auditról, és ezen belül is az információ biztonsági auditról beszélek, de emellett több különböző audit típus is ismert. Az információ biztonság területén is nagyon jól ismerjük a compliance auditokat, azaz a jogszabályi megfelelőségek ellenőrzését, például az információ biztonsági törvény keretén belül, de emellett könyvvizsgálói, minőségügyi auditok is vannak a pénzintézeteknél, külső audit, szintén lehet mondjuk informatikai jellegű audit, amikor megbízunk valakit arra, hogy ellenőrizze az információs rendszerünk biztonságát, például etikus hekkeléssel. A beszállítói audit azt jelenti, hogy ha van mondjuk egy szerződésünk, amiben jogot formál a megbízónk arra, hogy ellenőrizze a rendszerünket, akkor kijöhet és ellenőrizheti. A belső audit egy rendszeres, tervezett folyamat, amit belső erőforrással hajtunk végre. A folyamat szintű auditról már beszéltem. A FEUV, ez a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést jelenti. Kockázatértékelés, mint egy tipikus audit, ami az információbiztonságnyitási rendszerének alapvető égköve, illetve a fejlesztési projektek auditja is egy példa lehet ebben a tekintetben. Azonban, hogyha szeretnénk ezt egy összeszedett táblázatban látni, akkor ez a táblázat tud segíteni. Jellemzően első, második és harmadik feles auditról, first party auditról, second party auditról, vagy third party auditról beszélünk. Az első feles audit, ez azt jelenti, hogy a szervezet saját magát vizsgálja, egy saját alkalmazásában álló auditorral, valamilyen nemzetközi vagy belső szabvány alapján. Nagyvállalatoknál egy belső auditor, egy vagy több belső auditor alkalmazása, ez teljes mértékben elfogadott az informatikai területen. A második feles audit, ez a beszállítói auditot jelent, amikor egy szerződéses kötelem teszi lehetővé azt, hogy a beszállítót a megbízója auditálja. Például az információbiztonsági törvény alapján, aki beszállít az IBTV hatájára tartozó közigazgatási szervezetnek, ebben az esetben a közigszervnek is joga és lehetősége van arra, hogy auditálja a szerződés alapján az IBTV-vel kapcsolatos megfelelőség tekintetében a beszállítóját. A külső feles auditok pedig egy olyan auditot jelentenek, amikor egy olyan auditor ellenőrzi le a szervezet biztonsági szintjét, aki nem érdekelt a szervezet működésében, sem pedig a beszállítóknál. Tipikusan ilyenkor szokták azokat a nemzetközi szabványokat kiadni, mint az ISO 27001, amit utána a szervezet az összes partnerének be tud mutatni, azzal bizonyítva, hogy a saját folyamatai tanúsítottan megfelelően működnék, ezzel bizonyítva, hogy a biztonság, információ biztonság megfelelően működik az ő esetében. Az audit tehát elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a beszolgáltatott bizonyítékokat objektív módon értékelje ki az auditor, módszeres, független és dokumentált módon, annak érdekében, hogy bizonyítani tudjuk, hogy az információ biztonság legalábbis ebben a kontextusban megfelel azoknak az előírásoknak, amit az audit kritériumok határoztak meg. Néhány alapfogalom, mik is azok az audit kritériumok. Hát a leggyakrabban valami szabvány vagy törvény szokott lenni. Szabvány, az ISO 27001, mint a Common Criteria, törvény, mint például az információbiztonsági törvény, 2013-50-es számú törvény is a 41 per 2015-ös BM rendelet, iparági üzleti ágazat magatartási szabályai, mint például a bankkártya kibocsátó cégek által létrehozott PCI DSS szabvány,
szerződéses követelmények, melyek eredeztethetőek valamilyen szabványból, törvényből, iparági szabványból, de lehetnek ugye ebben, miután ez két fél közötti szerződés, specialitások, belső irányelvek, politikák, az információbiztonsági nyertési rendszer által megszabott követelmények, illetve szabályzatok és eljárások is. Audit bizonyítékok alatt értjük mindazokat a dokumentációkat, melyekkel alá lehet támasztani azt, hogy az audit kritériumok teljesülnek, így az információbiztonsági irányítási rendszernek különböző szintű dokumentációi, mint az információbiztonsági politika, szabályzat, a kockázatelemzés és annak a végrehajtása, kockázatkezelési terv, az egyes IBIR-hez, információbiztonsági irányítási rendszerhez tartozó részletes dokumentumok, üzletmenet folytonossági tervezés, stb. Stb. Gyakorlatilag minden, ami valamilyen írásos bizonyítékot, vagy másféle hiteles dokumentációt szolgáltat ahhoz, hogy amit az auditált fél állít, az a gyakorlatban is így tűnik el. Mert tipikus hiba szokott lenni a szervezeteknél, hogy az audit bizonyítékok gyártása az auditálást megelőző egy hétben történik meg, innentől kezdve ez nem nyújt egy reális képet a szervezet működéséről. Azt tudom mondani, hogy minden szervezetnek a saját jól felfogott érdeke, hogy az audit bizonyítékok ténylegesen egy teljes, megvizsgált időszakot jellemzően több hónapot, egy évet fedjenek le, hiszen ebből lehet az objektív megállapításokat létrehozni. Az audit megállapítások, ugye azok a megállapítások, melyeket az auditor fog majd tenni az összegyűjtött bizonyítékok és kritériumok alapján, azaz elsősorban megfelelést fog figyelni, hogyha van egy olyan szabvány vagy jogszabály előíráson, mely definit módon előírja, hogy ennek, annak vagy amannak a tételnek meg kell lennie, akkor nyilvánvalóan két lehetséges válasz van, azt, hogy megvan, vagy azt, hogy nincsen meg. Viszont az információbiztonságban van egy nagyon szerencsés helyzetünk, van nekünk egy olyan fogalmunk, hogy kockázatelemzés, tehát nagyon gyakran előfordulhat az, hogy bár egy audit kritériumnak nem felelünk meg, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy megfelelek tekintettel arra, hogy a kockázatelemzésem alapján azt az audit kritériumot nem kell teljesítenem. Mondjuk egy kártékony kódkeresés, egy víruskeresés, egy zárt rendszeren, mondjuk egy Unix-típusú speciális operációs rendszeren nem feltétlenül célszerű, hiszen AD1 nem nagyon vannak kártékony kódok ezekre a platformokra, AD2 nem nagyon vannak víruskereső szoftverek ezekre a platformokra. Ennek megfelelően ezt nyilván az auditornak mérlegelnie kell, és az auditornak alapvetően mérlegelni is kell ezeket, hiszen az az auditor, aki csak egy checklista alapján dolgozik, az nem feltétlenül végzi megfelelően a dolgát. Az audit megállapításokat egyébként ábrázolni is szokták, egy audit jelentés formájában szokták kiadni az eredményeket, függően attól, hogy milyen auditról van szó, még fejlesztési lehetőséget is tesznek bele, de alapvetően az auditnak nem célja, hogy fejlesztési lehetőségeket vázoljon föl, hiszen ez a szervezet saját folyamatának egyik fejlesztési kritériuma lehet. Mennyire objektív, vagy mennyire szubjektív? A saját szakmai tapasztalatom is azt mutatja, hogy valami kis szubjektivitás alapvetően mindig van mindenféle vizsgálatban, ami tipikusan meghatároz a saját élettapasztalat és a saját szakmai tapasztalat, de ettől függetlenül minél nagyobb rutinnal rendelkezik az auditor, természetesen a vizsgálat ennél objektívebb lesz. És ne felejtsük el, hogy az auditálás egy kettős játszma, tehát az auditor megállapításainál mindig meg lehet kérdezni azt, miért is történt ez, és az auditornál is azt gondolom, hogy fönn lehet tartani a tévedés és a meg nem értés lehetőségét. Erre természetesen föl lehet hívni a figyelmet, tehát ez alapvetően ez nem egy egyoldalú vizsgálat, hanem mindenképpen a két fél által közösen a folyamat javítása érdekében megtett lépés összessége. Az audit program tartalmazza azokat a lépéseket, amiket az audit folyamán meg fog tenni majd az auditor, így mindenek előtt az időtartam, illetve a scope, a hatás, amit a vizsgálat, a hatókör, amit a vizsgálatban le fognak folytatni. Ez azért fontos, mert az auditálás jellemzően ugye egy mintavétel az adott pillanatban, az adott helyzetből, ennek megfelelően
folyamatos auditok, ezek mindig lépésről lépésre egy pillanatképet adnak a szervezet felkészültségével kapcsolatban. Ez az audit terv, az audit program pedig ugye az audit tervek összességét határozza meg. Mi az audit területe, illetve mi a terjedelme és a határai? Gyakorlatilag ez nagyon függ attól, hogy éppen milyen típusú auditot hajtunk végre, lehet ez egy nagyon IT központú, vagy lehet egy nagyon folyamat központú audit is. Nyilvánvalóan ezt maga a szabvány és a jogszabály meghatározza. Az auditor az a személy, akinek megfelelő felkészültsége van az audit elkészültségére, elvégzésére, és ezt a felkészültséget jellemzően valamilyen nemzetközi vizsgával szokták bizonyítani. Így például Magyarországon a Certified Information Security Auditor, a CISA nevű ISZAKA által kibocsájtott vizsga, egy tipikusan olyan informatika központú vizsga, amit el szoktak jellemzően ismerni, mint a nemzetközi legis alátámasztott bizonyítéka annak, hogy az adott személy képes informatikai auditokat végrehajtani. Az auditálást is természetesen nemzetközi szabványok irányítják, így az ISO 19011-2018-as szabvány tud útmutatót adni a belső auditáláshoz, míg az MSR, ISO, IEC 17021-2016 pedig a tanúsító auditokra vonatkozó szabvány. Ezek elsősorban nyilvánvalóan az audit folyamatok kialakítására vonatkozó támpontot tudnak adni. Az audit irányelveinél viszont minden körülmények között is minden egyes nemzetközi tanúsítási rendszerben figyelembe kell venni, hogy vannak alapelvek, amiket be kell tartani. Ebből az első és a legfontosabb az etikus magatartás, hiszen az audit nagyon sok mindent meg tud határozni, adott esetben üzleti lehetőségektől esik el az, aki egy audit után kibocsájtott tanúsítványt elveszít. Éppen ezért az auditornak végig folyamatosan bizonyítania és biztosítania kell az etikusságát. Magyarországon nincsen ilyen explicit előírás az információbiztonsági auditokra, ám miután nagyon sokan, sőt gyakorlatilag akik magas szinten művelik ezt az iparágat, valamilyen nemzetközi vizsgával rendelkeznek, például már említett CISA vizsgával, ők nekik a vizsgájuk és a saját tanúsításuk fenntartásához ezt az etikus magatartást folyamatosan be kell tartani. A következő ilyen alapelv a tisztességes beszámolás, azaz végig fenn kell tartani az objektivitást, végig rögzíteni kell az audit megállapításokat, hogy amikor áttekintik az auditált féllel az eredményeket, akkor az auditor pontról pontra be tudjon számolni arról, hogy a saját megállapításait milyen alapelvek alapján tette. Kellő szakmai gondosság a következő pont, azaz auditálni úgy auditáljon az ember, hogyha ért hozzá, és hogyha ezt egyébként meg is tudja megfelelően csinálni. Az auditor tehát hát nem feltétlenül szerencsés, hogyha úgy auditál információs rendszereket, hogy egyébként nem üzemeltetett, nem látott, nem ismert még ilyet, és a végzettsége sincsen meg hozzá. Sajnos azért ilyet is láttam már a saját szakmai karrieremben. Maga az audit független kell, hogy legyen, azaz olyan személy végzi el az auditot, illetve olyan szervezet végzi az auditot, aki az auditált területtől független, nincsen semmilyen függőségi viszony sem az auditált területre, sem pedig az ebben dolgozó személyektől. Tipikusan ugye a családi kötődések, például egy tipikus kizárási elv szokott lenni, ami a függetlenséget meghatározza. Illetve minden egyes audit bizonyítékokon kell, hogy alapuljon, beleértve ebbe azt is, hogy a mintavételezés helyes legyen, hiszen nagyon sokszor nem a teljes rendelkezésre álló dokumentációt, hanem annak csak egy mintáját szoktuk ellenőrizni. Az audit szereplői, nyilván az audit ügyfele, akire az auditálást elvégzik, aki a szerződést megköti, az, aki az audit programot irányítja, az információbiztonsági felelős, jellemzően a mi területünkön, az, aki az audit tevékenységet végrehajtja, azok, akik támogatják a bizonyítékok szolgáltatásával az információbiztonsági felelőst, illetve az auditálás alatt levő szervezet, a teljes szervezet, olyan meghatározott részei, aki ugye részhalmaz az audit ügyfelének. Nem. Az audit ügyfél részhalmaza az auditás alatt álló szervezetnek. Milyen a jó információbiztonsági auditor? Ezek a tulajdonságok mind-mind hozzá tartoznak. Jellemzően kell
meg kell, hogy legyen az általános ismerete, átfogó ismerete az auditált területről, és képesnek kell lennie arra, hogy ezeket rendszer szinten tudja vizsgálni. Meg kell, hogy legyen az auditori képzettsége és gyakorlata, maga a papír nem feltétlenül elégséges, nem véletlenül, hogy a CISA vizsgánál például több évi tapasztalatot írnak elő ahhoz, hogy az adott személy megszerezhesse az önálló auditáláshoz önálló szükséges jogosultságot. Tehát tipikusan ugye az auditorok is tímekben dolgoznak, ahol a junior auditorok kísérik el a senior auditorokat, így szerezve tapasztalatot. Végzettség, munkatapasztalat. Helyes az, hogyha olyan személy végzi el az auditot, akinek az auditálandó területhez van egyébként szakirányú végzettsége is. A személyiségek kimondottan fontosak, hiszen az auditálás tipikusan egy feszültségekkel teli szituáció, tehát egy megfelelő asszertivitás kell ahhoz, hogy a jó audit elvégezhető lehessen. Információbiztonsággal kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok, nyilván az IT mellett az IT biztonság is egy fontos terület, mint az informatikával kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok is, ez tehát mindenképpen szükséges a jó IT biztonsági audithoz, és minél inkább műszaki megközelítésű auditot végzünk, nyilván annál inkább a bit közeli, bit és byte közeli tudásra lesz majd szükség az audit végrehajtásához. Ami nagyon fontos, az, hogy legyen megfelelő emberismeretünk. Igazából minél inkább idősebb egy auditor, annál nagyobb emberismerettel rendelkezik, és annál jobban tudja kezelni azokat a kialakult konfrontatív helyzeteket, melyeket mindenképpen kezelni kell. És itt akár a különböző generációk közötti különbségre is fel tudnám hívni a figyelmet, hiszen mondjuk egy X generációba tartozó auditor és egy Z generációba tartozó fiatal munkavállalók között óhatatlanul kialakulhatnak a feszültségek is, amit tudni kell kezelni. Jó kell tudni kommunikálni, jó kell tudni elmondani, hogy mi a célja az adott vizsgálatnak, hogy megértse a másik fél is, hogy a közös érdek hajtja alapvetően ezt az auditot. Megfelelő személyiségjegyek, ami a kommunikációs készségen túlmenően nyilvánvalóan kell, hogy segítsék az audit folyamatot. Különböző szervezetek felépítése és működése, itt persze az auditálandó területet sem árt, hogyha ismeri az adott személy, hiszen hogyha valaki nagyon mélyen beleássa magát egy-egy szakterületbe, akkor jó, hogyha elfogadják partnerként a másik oldalon is. Ismeri kell a különböző szabályozókat, ahonnan az audit követelmények jönnek, illetve általánosságban az auditálás végrehajtására is képesnek kell lenni. Összességében tehát a személyes tulajdonságok meglehetősen tágak, és meglehetősen jól meghatározzák azt, hogy az auditornak mivel, hogyan kell rendelkeznie. Beleértve ebbe a testbeszédet is, tehát mondom, végig egy nyugodtságot, és végig egy partneri kapcsolatot kell, hogy sugalljon ez az egész auditálási folyamat, hiszen gyakran elfelejtkezik arról az auditálandó, hogy ez nem ellene, hanem kimondottan érte történik meg. Az interjúk során jön természetesen ez elő leginkább, ahol nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan vezetjük az interjút. Például egyszerre csak egy kérdésről tárgyaljunk, ne zavarjuk össze a kérdezett felet, ne hagyjuk elkalandozni, és mindenképpen tartsuk meg azt a fókuszt, amit megtartani szükséges. Ne felejtsük el, hogy egy szakmai beszélgetést folytatunk, ahol egyenrangúak vagyunk, mi is, és mi auditorok, és a válaszadó is érti, sőt a válaszadó adott esetben jobban érti a saját szakterületét. Ezt azonban nem szabad éreztetni auditorként, egyenrangú félként kell létrejönnünk. Saját szakmai tekintélyünket föl kell építeni. Nem árt, ha, és ezt is szintén nagyon sokszor tapasztaltam a saját praxisomban, nagyon sokat jelent, hogyha auditorként olyan személlyel beszélgetek, akivel korábbi szakmai ismerettségünk van, és van egy kölcsönös tisztelet a másikkal szemben. Az audit nem az auditorról szól, hanem az auditáltról szól, tehát hagynunk kell beszélni az auditált felet, hiszen ebből tudunk majd megfelelő mennyiségű bizonyítékot összeszedni az objektív döntésekhez. Kérdést, hogyha valamire nem kapunk választ, akkor a kérdést máshogy is megfogalmazhatjuk. A lényeg az, hogy választ kapjunk arra az audit pontra, amit éppen vizsgáljuk. Hogyha valami szeretnénk megerősíteni, akkor mindig ismételjük meg a választ, hogy jól értettük-e, ezzel kialakítva a közös megértésnek a bázisát. Ha tévedtünk valamit, ne ragaszkodjunk a saját igazunkhoz, hiszen ezzel az objektivitást fogjuk sérteni, és átmegyünk egy szubjektívbe. Ismerjük el, hogyha tévedtünk, hogyha pedig azt gondoljuk, hogy nem tévedtünk, akkor
az előző pontokban felvázolt módon vitassuk meg a kérdést. Valamennyi résztvevőt vonjuk be, de egyszer csak egy személlyel tárgyaljunk, hiszen ez segít abban, hogy fókuszált válaszokat és több objektív bizonyítékot is kapjunk az adott kérdéssel kapcsolatban. Ugyanazt kérdezzük meg több kompetens interjú alanytól és több kompetens beosztottól és vezetőtől is, így fogunk tudni átfogó képet kapni egy adott folyamatról. Ne vitatkozzunk, mert ez nem vezet előre. Hogyha nem tud az auditált fél objektív bizonyítékot szolgáltatni, de cserében nagyon védi a saját álláspontját, akkor sajnos mi nem tudunk objektívan meggyőződni annak az állítottnak a valódiságáról, kár ebbe vitát belemenni. Illetve ne minősítsünk, mi objektívek vagyunk, a minősítés alapvetően majd ez egy, miután ugye javítási folyamatról van szó, ennek megfelelően a cég saját belső ügye lesz majd. Az információbiztonsági folyamat, mint ahogy megtaláltuk, ugye, és neve is mutatja, folyamat, tehát négy fő lépésből áll, plan, do, check, act, azaz tervezünk, végrehajtunk, ellenőrzünk és cselekszünk. Ebben az auditnak folyamatosan szerepe kell, hogy legyen. Amikor tervezünk, akkor az audit programot dolgozzuk ki, amikor végrehajtunk, akkor végrehajtjuk az audit programot, a check, az ellenőrzés pedig talán a legfontosabb része az egész auditnak, a lényege, amikor magát az audit program végrehajtását ellenőrizzük, megállapításokat teszünk, és ezzel segítjük a következő lépést, az act-et, azaz az audit programból következő fejlesztések végrehajtását, illetve magát az audit programot is tovább lehet fejleszteni, annak érdekében, hogy még fókuszáltabb, még jobb legyen majd a következő fázisban. Az audit maga, tehát egy program, egy projekt, aminek van egy eleje, egy közepe és egy vége. Amikor elindítjuk, akkor ez jellemzően egy klasszikus projektindítás tartalmaz magában, ahol kijelöljük azt a személyi állományt, illetve azt a hatókört, amin keresztül az audit végrehajtódik majd. Ezután történik jellemzően a dokumentumok átvizsgálása, amikor az auditor kap egy összeszedett, összehangolt képet arra vonatkozóan, hogy hogy is néz ki, hogy is épül fel a szervezet. Ezzel tud fölkészülni a helyszíni auditra, az interjúkra, az audit terv készítésére, majd a következő lépés a helyszíni audit tevékenységnek a végrehajtása, ahol megtörténnek az interjúk, megtörténik a szemlézés, megtörténik a előre meghatározott szempontok alapján a végrehajtás, majd ezután következik egy záró értekezlet, ahol az összegyűjtött megállapításokat elmondja az auditor, kérdéseket tesz fel, amit utólagosan adott esetben még megválaszolhatnak az adott szervezethez tartozó illetékesek, majd következik az audit jelentés elkészítése, jóváhagyása és szétosztása, amiben a megállapítások és a következő lépések le vannak írva, az audit befejezése után pedig megtörténik a teendők végrehajtása, a javítás, illetve ugye a tanúsításnak a kiosztása. Az információbiztonsági szakterületen, amikor műszaki vizsgálatot hajtunk végre, akkor tipikusan ugyanezeket a lépéseket hajtjuk végre, mégis ezek saját névvel vannak ellátva, ezeken szeretnék még gyorsan keresztül menni. Ebből a legtágabb értelemben vett ellenőrzés a biztonsági funkcionális tesztelés. Biztonsági funkcionális tesztelést jellemzően egy ugyanan fejlesztett rendszernél szoktak végrehajtani, és célja az, hogy az ebben levő védelmi kontrollokat, biztonsági funkcionalitást ellenőrizzék, úgy, hogy az ellenőrzőnek gyakorlatilag minden a rendelkezésre áll, azaz egészen konkrétan akár a forráskód szinten is végig nézheti, végig tekintheti azt, hogy mi történt. Ezt hívják white box, azaz fehér dobozos tesztelésnek. Dokumentáció, forráskód, a teljes működési környezet rendelkezésre áll, bármilyen jellegű tesztet végrehajthat vele az auditor. Jellemzően ezt a Common Criteria jellegű információbiztonsági terméktanúsításnál szokták alkalmazni, és ott lehet a leggyakrabban találkozni vele. A sérülékenység vizsgálat, a Vulnerability Testing, ez tipikusan egy már éles üzemben álló rendszer vagy alkalmazás sebezhetőségeinek a feltárásáról szól, gray box tesztelésnek, szürke dobozos tesztelésnek is szokták hívni. Ebben az esetben a tesztelő ismeri a rendszer teljes belső felépítését, rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal.
etikus hekkelésnek lehet adott esetben egy bizonyos jó meghatározott része, de ilyenkor a tesztelő alapvetően ténylegesen hozzáfér a rendszer elemeihez, van neki háttér ismerete a rendszer működéséről, az infrastruktúráról, de a forráskódhoz, de a rendszer dokumentációkhoz triviális módon nem férhet hozzá, hiszen ezekhez nagyon sokszor a megbízó sem tud hozzáférni, ez a gyártónál rendelkezésre. A legizgalmasabb pedig a behatolás tesztelés, a pen testing, penetration testing, illetve az etikus hekkelés, kicsit az etikus hekkelésnek ez is egy része, de pusztán műszaki eszközökkel végrehajtott tevékenységről van szó. Ebben az esetben a tesztelő jellemzően semmi más nem kap, mint egy adott IP címet, azzal a felhatalmazással adott körülmények között, adott időbeliségben az adott célt kell elérnie, nem tudja, nem ismerheti, hogy mi van a háttérben, nem tudja, hogy hogyan van fölépítve a védelmi kontroll, ezért is nevezik ez black box, azaz fekete dobozos tesztelésnél. A tesztelőnek semmilyen jogosultsága nincsen, vagy csak egy nagyon kezdeti, alacsony jogosultság, és innen kell tudni eljutni. Alapvetően, amikor a behatolás tesztelést végzik, akkor két fajta csoportot szoktak felállítani, a blue team-eket, illetve a red team-eket. A red team az, aki semmi ismerettel nem rendelkezik, a blue team pedig tartalmazza azokat a szereplőket, akiknek feladata megvédeni az infrastruktúrát, ismerik annak részleteit, és figyelniük kell a red teaming működését, és okulva az abban, hogy a red teaming mit csinál, adott esetben akár javítva kell a tesztelés közben a megtalált sebezhetőségeket. Tipikusan ez egy nehezen automatizálható tesztelési eljárás, bár rengeteg megfelelő eszköz áll rendelkezésre, ahhoz, hogy ez automatizálható legyen, egy bizonyos ponton túl már saját eszközöket, vagy éppen a rendelkezésre álló eszközök egyedi továbbfejlesztését, beállítását, konfigurációját kell a tesztelőnek végrehajtani. És végül az utolsó szint, az etikus hekkelés. Ebben gyakorlatilag minden megoldás megengedett, a black box testing, igen, túlmenően akár az emberi ráhatással történő támadásokat, a social engineeringet is föl lehet használni, gyakorlatilag egy klasszikus hacker támadás, egy klasszikus kibertámadás szimulációjáról van szó. Nyilván itt egy szerződéses tevékenységről van szó, itt is meg van határozva a scope, a lehetősége, tehát ezzel a szerződéssel és pontos behatárolással lehet elejét venni annak, hogy a későbbiekben ebből ne legyen semmilyen probléma. A tesztelési módszertanok, attól függően, hogy milyen hozzáférés előtte, milyen információs rendszer kitettséggel rendelkeznek, ezt ezen az ábrán lehet látni. Az auditálás tehát hasznos, jó és mindennapi része az információbiztonságnak, éppen ezért célszerű ezt körültekintően megtenni. Aki ennél részletesebben szeretne olvasni, az alábbi szakirodalmakban tudja elolvasni azt, hogy hogyan is néz ki az IT auditor, audit és az IT auditornak milyen tevékenységet kell végrehajtania. Köszönöm szépen a figyelmüket!